Jó, hogy megszereztétek első győzelmeteket a bajnokságban. Kicsit sokat kellett várni rá, de végre megvan, hogyan értékelsz? Az az igazság, hogy az előző mérkőzéseken már voltak nagyon jó periódusaink. Ugye voltak nagyon-nagyon szűk vereségeink, amik igazából fordítva is lehettek volna. Igazából egyetlen egy bajom van, hogy azt látom, hogy még meg kell tanítani a csapatot nyerni is. Mert 2-0-nál igazából a kezünkbe volt a mérkőzés, amikor szétesett a játékunk. Tehát mintha megijedtek volna a fiúk attól, hogy hú, hát itt lehet meg dolgokat rúgni, és itt milyen kezd a mérkőzés. És ebből adódott az, hogy egyéni hibák alapján, taktikai fegyelmezetlenségek miatt, gyakorlatilag kiegyenlített egyéni játékkal a Baja Szent István. Ez azért érdekes, mert előtte mondtam, hogy feltehetőleg ők úgy fognak bennünket megbontani, hogy egyéni játékkal, ők próbálnak. Sajnos megint igazam lett. Nagyon-nagyon jó jött végül is az, hogy egy olyan fiatal játékos, aki ugye a jobboldali védőt játszik, és igazából végigmenve a pályán, szerintem az illete gólját rúgta, illetve fejelte. Úgyhogy bízom benne, hogy ez lökést ad a csapatnak, és az elkövetkező fordulókban már több pontot fogunk szerezni. De látod a fejlődést az első fordulókhoz képest? Én látom a fejlődést, igen, mert ugye tulajdonképpen itt olyan gyerekekkel futballozunk, akik tavaly még az ifjúsági bajnokságban játszottak. Most attól, hogy átkerültek a felnőttbe, ettől még nem lettek felnőtt játékosok, mert itt taktikailag más elvárások vannak, kondicionálisan, meg aztán pláne. És ilyen rutinos 30 éves játékosok, 35 évesek ellen játszani 20 évesen, meg 17 évesen, meg 18 évesen, ahogyan mi állunk ki, nagyon-nagyon bonyolult feladat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre. Én úgy gondolom, hogy a tavaszi szezonban fogja a csapat igazából megmutatni az igazi arcát. Hát igen, nem hazai pálya, sajnos az idei őszi szezonban nem tudunk az saját pályánkon játszani, ami azért rányomja a bélyegét a teljesítményünkre, de nem tudom erre fogni csak. Sajnos nagyon-nagyon gyönge szériában vagyunk, nem járunk edzésre, és nem nagyon tudom megmondani, hogy hogyan tudunk ebből kilábalni egyenlőre. De jól láttam, hogy érdekes taktikai megoldást választott, hogy a kusi védett. Hát ez kényszerűségből volt, mert az egyik kapusom, Molnár Zoltán, ő rendőr és szolgálatban van. Kiszokott bennünket segíteni, a Nuszpor Ádám is, ő sem ért rá a mai napon. De a Pusi ahhoz képest, hogy mezőnyjátékos, nagyon jó véd, nem rajta múlt, bár az egyik gólba sajnos benne volt. Hogyan tovább? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom én sem.